köszöntök mindenkit a Ácsonyi Kormányzat júniusi testületi ülésén. Külön köszöntöm a Komárom Erdői Kapitányság képviseletébe a kapitánynak, Borász urat és Kadmecsik urat, aki a Ácsbábon Erdős a vezetője. Nem tudom, hogy a többiek mennyire ismerik a Kadmecsik urat, mondom, hogy egy-két szót azért mondanom, mert én ismerem, hogy neki velem találkozok már ebből a többiekkel, lehet, hogy így nem. Az intézmény vezetőket is köszöntöm, amit a képviselő társaimat megállapítom, hogy mindenki megjelent, tehát teljes létszámmal határozatképes a testület. A mai nap, a következő napi rendi pontok lennének. A lakások, helységek véletéről, valamint elidegenítésükről szóló rendelet módosítása. Rendőrségi beszámoló, ezt a kettőt szeretném megcserélni már csak, hogy mennyire ne kelljen várni, tehát a rendőrségi beszámoló lenne az első napi rendi pont. A következő Ácsi Polgárőr Egyesület beszámolója. Köszönöm a polgárőröket, ugye a képviselő urat. Most a képviselő úr még ott elnök, a Baranya úr tartanám beszámolót. Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolóját itt az igazgató asszony Nagy Sándorné tartaná, vagy ő lenne a előterjesztő. Aztán a polgármesteri hivatal 16 évi munkájáról a beszámolóra jegyző úr. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás a 6. 7. napirendi pont közbeszerzési éves statisztikai összegzés, a 8. zöldváros kialakítása című pályázat tervezése, tervezési munkáit, ez az az örömteli hír, hogy a 4. nagy volumenű pályázatot is megnyertük, 300 millió forint zöldváros kialakítására, ebben van egy csomó dolog, majd a napirendi elmondom, hogy mit azok, amiket tartalmaz. A 9. új települési rész és közterület elnevezésének megállapítása, a 10. rendezési terv módosítási kérelmek, a 11. mentőszolgálat kérelme, aztán az átülésen lakás előterjesztések lennének, lakáshoz jutó támogatása lenne. Itt mondom el, mert az átülésen ugye a tévé nem közvetít, de akiket az idén megszavaztunk, azokat valószínű, hogy egy hónapon belül megkapják azt a támogatást, amit az első fél évben megszavaztunk a lakás vásárlók részére. Egy kis ünnepség keretében majd erről kapnak tájékoztatást. Van-e valakinek egyéb napirendi ponttal kapcsolatban? Mennyiben nincs, akik elfogadjuk a napirendi pontot képzeletese előtt. Köszönöm, hogy valóban elfogadtuk. Csak még egyszer külön kérdeztem a rendőr kapitányulat és a kinevezettség vezetőjét. Nem tudja, hogy mondják azt a Ácsbábon a ősparancsnokát. Látszik, hogy nem voltam csak egy napig katona. Csak nem ismerem ezeket a posztokat. Utána kirúgtak a katonaságtól, mondták, hogy jó, köszönjük szépen, nincs magához is. De a lényeg az a dologban, hogy elolvastam a beszámolót, nagyon részletes, kiterjedt beszámoló. Néhol nőttek a dolgok, néhol csökkentek a mutatók. Sajnos a halálos baleset az úgy látszik, ez minden évben egy azért Ácson történik. Egy dolgot nem olvastam, erről majd egy-két szót tudtok mondani, az pedig hogy mi van most ezzel a épülettel, amit átadtunk a álló vagyok kezelőnek és a rendőrségnek, hogy ennek a felújítása, vagy hogy alakul, mert most én látom, hogy üres az épületnek. Hát valakinek van kérdése, természetesen akkor majd elmondhatja. Valami hozzáfűzni való beszámolva, egy-két szót szeretnétek mondani, parancsoljunk. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim. De az a beszámoló is tartalmazza csökkentett a cselekvés számok Ács illetékességi területén, mint a 17%-kal 135-kal 120-ra. Összességében, majdnem összes kategóriában csökkenéskor tapasztalható. Ez a mostani 125-ös bűncselekmény szám már egy évvel 2013-ban volt csak jobb, akkor 120 bűncselekmény volt. Több kategóriában értékelik a kapitányságokat. 2014-ben vezettek be egy olyan értékelési szempontot, hogy kiemelten kezelt bűncselekmények, ORFK vezetője 14 bűncselekményt rendelt kiemelten kezelni. Ezeknek a
besorolása nem a minősítés, nem a bűncselekmények, büntetési tételeknek a súlyossága alapján megy, hanem előleg a lakosság biztonsági érzetére megnagyobb befolyást jelentő bűncselekmények. Nyilván ennek az első legsúlyosabb az emberülés, van a rablás, kifosztás, zsarolás, önbíráskodás, mint a következő még súlyos bűncselekmények, azt utána vannak már gyengébb megítélésű bűncselekmények is, ilyennek a lopási cselekmények, de ilyenek lehet akár a garázdaság, a testi sértés, a kongálás. Összesen 14 ilyen bűncselekmény van. Most az utóbbi évben bejött a köztörvetlen elkövetett bűncselekmények mindértékelési kategória és a köztörvetlen elkövetett kiemelt bűncselekmények kategóriája. A bűncselekmények szám csökkenés ellenére a köztörvetlen elkövetett bűncselekmények száma némileg 5-tel nőtt, 21-26-ra, azt viszont tudni kell, hogy ebben a kategóriában van az ittas vezetés bűncselekménye is, amiből 2016-ban átcsolt 6 darabot követtek el. A köztörvetlen elkövetett kérdelem bűncselekmények száma 9-11-re növekedett. Egyébként összesen 62 ilyen kiemelten kezelt bűncselekmény történt egész évben Ácsi illetékességi területén. Emberülés utoljára 2010-ben volt, a testi sértések száma csökkent. Ezen belül csökkent 64-re a súlyos testi sértések száma is. Embercsempészés. Embercsempészés nem a város közigazgatási területére jellemző, hanem ahhoz tartozó autópályára. Egyébként ez a szám 2016-ban 0 volt, 2015-ben 6. A rendőrség hatalmas erőfeszítéseket tett a déli határvédelme érdekében, mint technikai zár, mint a személyi őrzés kapcsán. Ebben a személyi őrzésből kivette a Komárom rendőrkapitányság is a részét. Végeredményben azt mondható, hogy 2015-től az állományunk 10%-án biztosítottuk határvédelmi feladatokra. Ebben most annyi változás van, hogy az országos rendőrfőkapitányság vezetője a tegnapi napon visszavonta a megyei főkapitányságok határvédelmi feladatokban történő részvételét, úgyhogy most visszavonásig, reméljük ez jó sokáig, akár véleges is, visszavonásig a jövő héttől kezdve nem kell határvédelmi feladatokat ellátnunk. Garázdaság, a garázdaságok száma némileg nő 4-6-ra, azt viszont tudni kell, hogy olyan módszpont nem alakult ki a városban, olyan szórakozóhely például, ahol ezek a garázdaságok jellemzően előfordulhattak volna. Kábítószerrel kapcsolatban nincs lett mindenki sláger téma, a statisztika a terjesztői magatartásokat tartalmazza, terjesztői kereskedelmi magatartás nem volt, illetve nem jutott a tudomásunkra, Ácsi értékességi területén. Ilyenkor rögtön felmerül a kérdés, hogy akkor fogyasztó vagy birtoklási típusú magatartás hány lehetett. Statisztika ilyet nem tartalmaz. Tájékoztatásra tudom mondani, hogy mi megnéztük a saját adatainkat. 13 esetben indítottunk 2016-ban fogyasztói vagy birtoklói típusú magatartás miatt kábítószerrel kapcsolatos magatartás meg büntető eljárás. Ebből 3 esetben megállapítottuk, hogy nem történt bűncselekmény, illetve 3 eset még folyamatban van. Lopások adják általában a vegyőnállat bűncselekmények, ezenben a lopások adják a bűncselekmények legnagyobb százalékát, általában 30-40-et. Ácson 2010-ig visszamenőleg nem történt ilyen kevés lopás, 43 lopást regisztráltunk az előző 56 helyett. Személyi gépkocsi lopás 2011-ben történt utoljára, a gépjármű feltörések száma 5-ről 1-re csökkent, és a lakásbetörések száma viszont újra növekedett 3-ról 11-re. Amikor ezt sokkaltuk egy kicsit ezt a számot, mert így a saját értékeléseinkben nem 11 szerepet nem volt egy lakásbetörés, akkor ezt megnéztük, hogy milyen adataink vannak. 6 darab lakásbetöréssel kapcsolatos eljárást találtunk a saját rendszerünkben, aminek az oka az lehet, hogy a statisztikai adatszolgáltatás, a rögzített statisztikai hiteles adatok, azok mindig utánkövetőek. Nem azt az adatot, nem azt a pillanatot tartalmazzák, amikor egy bűncselekmény tényállása megvalósul, hanem azt a pillanatot, amikor az jogerősen valamilyen módon lezárul. Tehát vagy a vádemelési javaslattal elküldjük az ügyészségnek, és a vádirat elkészül azt a pillanatot, ez lehet akár több életérés is egyébként a cselekmények vezetésétől, vagy pedig azt a pillanatot, amikor mi valamilyen módon, de jogerősen lezárjuk saját hatáskörül az eljárás, jellemzően amikor az tettes ismeretlen, és akkor az eljárást felfüggesztjük. Tehát ez egy utánkövető statisztika, nem az adott pillanatot tartalmazza. Rongálások száma 3-0-ra csökkent, találtunk rongálást egyébként Ácson 2016-ban, azonban ez még a statisztikában nem érkezett el. A bűnügyi tevékenység legfontosabb, illetve az egyik legfontosabb másik mutatója a bűncselekmény számok alakulásán kívül a nyomozás eredményességi mutató, ez nőtt 70,73-ra,
ezzel a kapitányság 2010-ig visszamenőleg messze a legeredményesebb időszakát évét zárta le 2016-ban. Ez annyit jelent, hogy 2014 óta, most már a harmadik évben a megyei rangsor első helyezettje, a komáromi rendőrkapitányság országos szinten pedig 24-25. Helyen zártuk az évet, nyomozási eredményességi, illetve felderítési eredményességi mutatókban. Sajnos település szinten ezeket a mutatókat nem tudjuk kimutatni, hogy csak a kapitányság egész illetékességét területére lehet kivezíteni. Az elzárással büntethető szabálysértések száma nőtt, ezen belül nőtt a tulajdon elleni szabálysértések száma is, összesen 29 ilyen volt, amiből 15 volt a lopás. Ami a legrosszabb mutató romlás, az a közlekedési baleseti helyzet. A közlekedési helyzet majd 70%-kal növekedett közlekedési balesetek száma a közigazgatási területen, és ez egy nagyon rossz mutató. Ez talán a illetékességi területünk legrosszabb közlekedési mutatója. Egyébként az egész illetékességi területünkön romlott a közlekedési helyzet. Ez számos intézkedés generál, majd lesz még szó intézkedési mutatókról, de az biztos, hogy itt a településen is szükség van arra, hogy a közlekedés biztonsággal, a közlekedési helyzettel kiemelten foglalkozzunk. Közterületi jelenlét számadataiban csökkent az előző évhez képest. A közterületen vezényelt létszám mindegy 10%-kal, az eltöltött órák száma 20%-kal, azonban ez is még jóval meghaladja a 2014-est. A csökkenés oka egyértelműen a határa vezényelt állomány elvonása, azonban ezt igyekeztünk túlszolgálat terhére pótolni, visszapótolni. Elvileg az előző évhez képest csökkenés csak az előző évhez képest csökkent, mert az előző évekhez, pláne 2014-hez, amikor még a migrációs helyzetről nem beszéltünk, ahhoz képest emelkedett. Igazgatási rendészeti alosztályunk 134 helyen 123 ácsterületén elkövetett szabálysértésben folytatott eljárás. Ezeknek a javarésze mindegy 75 közlekedési szabálysértés miatt volt. Az ácsi lakosok által a településen elkövetett szabálysértések száma stagnált, 71 maradt, és 90-71-re csökkent az ország területén az ácsi lakosok által elkövetett szabálysértések száma. Ez azt jelenti, hogy csak ácson regisztráltunk ácsinak egy szabálysértőt. Az ország más területén nem futott bele ácsi lakos szabálysértőbe. Nem mennek sehova. Nem mennek sehova. Azt is, azt a következtetés is le lehet vonni, hogy van. De rendészeti mutatókat nem tartom. A beszámoló miatt a település szintű adatokkal nem rendelkezünk. Pár rendészeti mutató csökken, viszont a lényegi rendészeti mutatóink, mint az elfogások száma, a tetten érés alapján elfogások száma, illetve a bűncselekmény miatt körözöttek száma, elfogottak száma, ez mind-mind növekedett. Ez mind-mind kihatása a bűnügyi eredmény pozitív irányú elváltozására is. Isten igazán, amikor erre a beszámolóra készültem, nem terveztem foglalkozni az önkormányzatoknak kiküldött kérdőíves felmérés eredményeivel, de kell vele foglalkoznom, mert rengeteg intézkedést generált a kérdőíves felmérés. A belügyminisztérium minden önkormányzatnak kiküldött egy önkormányzati kérdőívet, hogy azt töltsék ki, küldjék vissza. Ez alapján kvázi akár még rangsorolták is a megelégedettség szintet mérve a kapitányságokat. Illetékességű területünk valamennyi települése 4,5 fölötti megelégedett, az 5-ös skála 4,5 fölötti megelégedettség szintű kérdőívet küldött vissza a belügyminisztériumban. Ácsnál az 2,88 volt, ez a legrosszabb megelégedettségi szint az illetékességi területünkön, sőt a megyében is. Mikor ennek utána próbáltunk járni, hogy ez hogy történhetett, mert olyan negatív visszajelzéseket azért menet közben nem kaptunk, ami ezt indokolta volna, akkor kiderült egyébként polgármesterünkre, átbeszéltük ennek az okát, de mi beszámoló is tartalmazzon, meg nem sokára át kell önöknek adnom egy anyagot, azért ezt erről beszélnem kell. Polgármesterről átbeszéltük, ez egy gyakorlatilag egy fő véleményi tartalmazó kérdőív, azonban ez a belügyminisztériumot, az országos rendőrfőkapitányságot nem érdekli. Ezt ők úgy vették, mintha egy reprezentatív minta került volna vissza hozzájuk, és ez alapján kellett meghozni az intézkedéseket.
nem lehetőség szinten kötelezően intézkedési tervet kellett készítenünk arra, hogy ezt a megelégedettségi szintet hogy fogjuk javítani. Erre készült is egy intézkedési terv, több pontja van, egyik a közszereti jelenlét fokozása, az önkormányzattal szorosabb kapcsolatfelvétel, és van egy olyan pontja, hogy a képviselőtestületi tagokkal ennek a kérdőjének a kitöltetése. Én itt fogok hagyni egy adag ilyen kérdőjével, nekem az a kérdésem, hogy önök ezt a kérdőjévet töltsék ki, jegyzőúrnak adják rá, a jegyzőúrhoz meg az őskalasok majd fog menni, és akkor ezt át fogja venni. Pázi meg arra vagyok kíváncsiak, hogy valóban mi mennyire reális ez az egy szemmilyen, aki tud a kérdői adatai. Ha valóban így érzik mindannyian, hogy ennyire rossz a helyzet itt Ácson, ennyire nincsenek megelégedve mondjuk a rendőrség munkájával, akkor nyilván ez egy egészen más helyzetet fog produkálni, mert akkor jóval nagyobb elemmel. Vannak olyan vélemények, hogy bosszúból, meg a kérdőjéges felmérése bosszúból, most a rendőrök, mit tudom, hogy milyen szankciókat alkalmaznak, nincs erről szó. Olyan szó van, hogy több rendőr van a városban. A több rendőr egyértelműen több intézkedést fog generálni, mivel hogy a rendőrt nem lehet bárként odállítani egy sarokra sem, ha azt a rendőrt már adott telepésre vezényei, és az a rendőr jogsértést észlel, akkor ott intézkedni fog. Ez nem lehetősége a rendőrnek, hanem a rendőrség törvény előírt kötelezettsége. Ez óvatatlan. Amikor ide kerültem 2012-ben, akkor egy nagyon kis cselekvés produkált valami hasonló rossz hír, mint a rendőrségből, kiderült tévedésből. Ott akkor a kis cselekvésen gyakorlatilag több volt a rendőr, mint a lakosok számon. A polgármester úr fölhívott, hogy őket már nem szeretné. Ez nem lehetőség nekünk, nekünk minden egyes lépésünket ilyenkor az ORFK, illetve a belügyminisztérium monitorozza. Valóban ki tudjuk mutatni, hogy több rendőr van az utcán. Valóban ki tudjuk mutatni, hogy ott ennek valamilyen eredménye. Ezen nekünk kinnedül meghatározó ismerő terrorizmus, szoros jelentési kötelezettsége generál. Szóval azért szeretnék, hogy önök ezt kitöltenék, és mi ezt újra átnéznénk, hogy valóban ilyen rossz a helyzet. Elfogadjuk mindenkinek a véleményét, a kritikákat is elfogadjuk, és nyilván annak megfelelően fogunk intézkedéseket hozni, hogy ezeket akkor már mondjuk jogos kritikákat, vagy megalapozott kritikákat kezeljük. Hétfőn az ősparancsok úr be fog jönni. Most az ősparancsok úrról mondani egy pár szót. Egészen ennek az évnek a február 1-jéig Rónci Tamás őrnagy volt az Ázsbárban a rendőrös parancsnoka, aki hosszú időn keresztül egyébként helyettesítette vagy a megnáló rendészeti osztályvezetőt, vagy pedig amikor osztályvezető váltás volt, akkor megbízással ő látta el a rendészeti osztályvezető feladatokat is. Ez a kvázi áldatlan helyzet most úgy néz ki, megoldódik azzal, hogy Rónci Tamás, aki most meg van bízva a rendészeti osztályvezetői feladatokkal, előreláthatólag ebben az évben ki lesz nevezve rendészeti osztályvezetőnek. Helyette Kadlecsik Tibor őrnagyú, a korábbi vizsgálati alosztályunk, vizsgálati vizsgálati alosztályunk a vezetője meg lett bízva Ács Bábor a rendőrös parancsoki beosztásával, és bízom benne, hogyha minden a tervei szerint halad, akkor ő is ki lesz nevezve még ebben az évben ebben a beosztásban. Őrnagyúról annyit kell tudni, hogy mintegy 15 éve szolgált hivatásos viszonyban, gyakorlatilag bűnügyi területen végezte a tevékenységét. Együtt itt kezdtünk el dolgozni Komáromban, akkor ő lett a vizsgálati alosztálynak a vezetője, jó színvonalra látta a feladatait, és bízom benne, hogy ütős parancsok is jó színvonalon fogja ezt ellátni. Az ő egyik feladata az, hogy az intézkedési terv, illetve a kérdőíves felmérés eredményeképpen bevezetett intézkedéseinket lekoordinálja, illetve az önkormányzattal önökkel szorosabb kapcsolatot ápoljon. Én úgy gondolom, hogy a komáromi rendőrkapitányság minden nehézség ellenére, minden elvonás lehetőség, főképp a határvédelmére gondolok, megfelelő szinten hajtotta véve Ács város terjedése is a feladatait. Nyilván minden bűncselekményt megelőzni nem tudunk, minden bűnöző mellé nem tudunk rendőrt állítani, de a bűncselekmény számok csökkenése, a eredményiségi mutatók növelése, a növekedése azért azt mutatja, hogy ezt megfelelő szinten végre tudtuk hajtani. Ha van olyan javaslat, kritika, amit javítanunk kell, nyilván ezt meg fogjuk próbálni megtenni, ami a hatáskörünkben van. Köszönöm, hogy ennyit szeretném mondani. Köszönöm. Megszerűen fogok először. Én nekem ugyan volt a kérdés, hogy nem válaszolt a kapitányom, hogy mi van most ez az épületre, majd ezt fotózni. De a lényeg az, hogy én akkor ugye nem voltam itt, ezt akkor beszéltük, amikor volt ez a kérdés. Ennek ellenére jegyző volt olyan szempontból, akik
meg kell védenem, hogy ő neki, de ezt mondom, magát meg tudom védeni, de ő neki azért voltak olyan tapasztalatai, ami lehet, hogy akkor kicsit túlzottan, vagyis már reagált, túlreagálva, azért meglévő tapasztalatok, tehát két-három olyan eset volt, amikor úgy zártak le ügyeket, amik hát konkrétan akkor, amikor ez már egy zúrjegy mondani, ami igazából nem volt eléggé kielégítő a település számára. Én egyet tudok mondani, az a személytől lerakásos ügy, amiben több ügytőgép le volt, ugye lakoltál meg főgyújtásra került a veszélyes hulladékként társ határába. Hát, ezeket a dolgokat teszek, minden szempontból volt. Én a saját véleményemet akarok mondani, és ez tényleg csak a saját véleményem, ezzel az ügyek kapcsolatban jelentő dolgokat mondani, amit majd akkor mondom. A véleményem szerint különben annak ellenére, hogy minden tiszteletem azok, akik tényleg a vigyáznak a biztonságukra és arra, hogy az emberek úgy komfortosan érezzék magukat. Véleményem szerint Magyarországon, és ez nem önöknek a hibája, szerintem a belügyminisztérium szempontjából a rendőrség munkavégzése nem azok az etikai normák alapján történik, amit mondjuk én el tudok fogadni. Itt értem azt is, mint például a határvédelem, amire ön többször hivatkozott, ugye a menekült ugye kapcsolatos határvédelem, ami szerintem végtelenül túlzó van Magyarországon. Tehát egy olyan fajta elhibázott lépése ma a magyar kormánynak és a belügyminisztériumnak, ami önökre is rengeteg pluszt tehet ezt. Én megkülönböztetem a terroristát és a menekültet, és úgy látszik, a magyar kormány ezt nem teszi neki. Neki minden menekült terrorista. Tudom, hogy ebben sokan nem értnek együtt velem, de Európa ezzel a szemlélettel él, és nem az van, de Magyarország. Ez az egyik. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy én bejártam egész Európát, szinte minden országát. És nagyon kevés olyan ország van, ahol a rendőr büntet. Tehát ahol azért áll ki a rendőr az utcán, hogy most jön valaki, és gyorsabban jött, megállítom, megbüntetem. Nem ég a lámpája, megállítom, megbüntetem. Magyarországon ez nem rendőr a kivája. Magyarországon ez a fajta rendőrségi törvényes szemlélet, ez egyszerűen így alakult ki. És meggyőződésem, hogy ebből a 71 szabásért, amit az átcsolat szempontjából van, ebből legalább 50 kerékpárral elkövetett dolog. De ott úgy megy, például Olaszországban gyorsan hajtottam, akkor a rendőr ott áll az útszélén, és ezt csinálja, hogy kicsit legyen vissza a sebességből. És nem állít meg, nem. Angliában meg se állítanak. Tehát csak, hogyha elkövetnek valami olyan szabálytalanságot, amivel mondjuk barambolódott, vagy valami megestek. Az a fajta hozzáállás, ami ma Magyarországon van, az szerintem ez a büntető hozzáállás. Az a fajta hozzáállás, akkor ha igenis valaki elhibál valakit, mondjuk nem visz egy csekket, ami az autónak a biztosítás csekke, azt meg kell büntetni. Szerintem meg nem kell megbüntetni, hanem azt kell mondani, hogy legközelebb ne felejtse otthon a csekket. Tehát az a szemlélet, ezt a saját véleményem magam hangsúlyozom, nekem ezért elfogadhatatlan. Én sokkal toleránsabban, sokkal emberibben tartanám ezt a rendőrségi törvényt Magyarországon, de hát a belügyminisztérium ezt másképpen látta. És hát a konkrét visszatérés a ácsi ügyekre, van tökéletlenül, hogy természetesen elégenek vagyunk ezzel, tényleg észrevettem, hogy több a rendőr ácson, ugye? Ugye ebből fakadólag is azért a rendőr jelenlét nagyobb volt. Ez különben nem hiszem, hogy gond lenne. Szerintem addig egyáltalán nem volt, amíg rendesen végzik a feladatokat a rendőr. És ezt így tapasztaltam, legalábbis én ezt így tapasztalom. Én magam, nekem több összetűzésem volt a rendőrséggel, nem csak azért, mert a rendőrség rosszul, az én is ideges típus vagyok, de például azért az is egyértelmű a Magyarországon, hogy a kisebbségi lakosokat sokkal, de sokkal nagyobb számban bünteti a rendőrség az egész országos szinten, mint a nem kisebbségi lakosokat. Ez nagyon jól bebizonyították több tévétársaság, például amikor a román ember fölült a biciklire, nem volt lámpája, a biciklinek egyből megbüntették, amikor meg ugyanazt egy riporter asszony vezette, akkor meg se állították. Tehát ma Magyarországon azért ezek elég látványos dolgok, és azért azt biztos tudni kell, hogy az állományokban van, biztos, hogy van egy-két olyan ember, aki ezt nehezen tud elragaszkodni az egytől az előítéletek. Ez csak az egy saját személyes élményem, és akkor az én ajánlom kezdetben jegyződés, ha akarok, akkor tehetősen. Köszönöm szépen!
szerintem most már kicsit másfelé kanyarodott, amit mondtam volna részben. Nem, részben ehhez csatlakozva, és azután. Tehát én magam egyébként pontosan ez a problémám a reprezentatív fölmérésekkel, mert a reprezentatív véleményünk szerint azt jelenteni, hogy mondjuk itt 7000 lakos van, akkor legalább 7 darab kérdőinek kellene átsor befutni, és akkor abban már kiegyenlítettebb lenne, gondolom én. Tehát nyilvánvalóan van olyan, aki jogosan alulértékel dolgokat, van, aki például, ha most én töltöttem volna ki az elmúlt évben visszamenőleg, akkor jónak tartom az önök munkáját. Tehát nyilván, meg én egy olyan pedagógus voltam, hogy szeretem jó jegyet adni, tehát ebből már más jött volna ki, de hangsúlyozom, hogy nyilván annak is igaza van, aki a tapasztalat alapján rosszabb értékelést ad. Azt viszont nagyon sajnálom, hogyha önöket ezért olyan értelemben megzálják, mert egy fut be egy telep, ekkora településről azt nem lehet mérvadónak tekinteni. A másik, tehát én mondom, jónak tartom az önök munkáját, és nagyon remélem, hogy nem csak az önök munkájának köszönhetően, hanem a település bizonyos részei már megvalósul végre zebra, meg megvalósul egy szélesebb kerékpárút, akkor gyakorlatilag a rútest, akkor ilyen, mert ez döbbenetesen magas szám, viszont sajnos azt kell mondjam, hogy itt nagyon sok ember közlekedik kerékpárral, mert a szükség úgy hozza, hatalmas a település kiterjedése, mert infrastruktúrával sehol sem vagyunk ahhoz, mint például nyugaton egy kisvárosban, fölkészülnek arra, hogyha ekkora egy település, akkor biztosítanak előadására. Én is azt kell, hogy mondjam, amit a polgármester úr teljes mértékben egyetértek, hogy nem tudom, miért alakul ki az emberekben az, hogyha alapjában jogszabály követő magatartása van, megmondom őszintén, én magam is döbbenten, hát persze nagy show, amikor szondáltatják az embert, de gyakorlatilag mondjuk elég nagy traumát vagy abban, amikor ott szó szerint hosszú percekig, hogy nem jól fújom, meg így fújjam, meg úgy fújjam, nyugodtan fújtam, mondtam, hogy akár egy órát fújdogálok itt, de jó műsor volt, mert menet közben jó pár ismerős elment, és hát nyilvánvalóan ez egy jó érzés volt, hogy én ott fújdogálom a szondát. Tehát azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen nem szabadna, hogy az emberben azt alakuljon ki, hogyha lát egy rendőrségi autót, akkor gyakorlatilag görcsbe rángul a gyomra, mert még a csekk miatt se kellene, ugyanis most, amikor látom, önöknél ott vannak ezek a műszerek, akkor simán utána lehet nézni, hogy egy autós befizette a biztosítást, ha éppen nincs az autójában csekk, tehát nem is kölyelhető. A visszatérve még én nagyon köszönöm és örülök, hogy jó hangzik ez a kindur-pandur, tehát biztos, hogy a közlekedéssel való tanítás a kisgyermek korban elkezdeni, és ez nagyon jó, hogy önök ezt támogatják és segítik, mert nyilvánvalóan önökre jobban oda is figyel a gyerek, mint mondjuk egy női pedagógus meséli, hogy hogyan közlekedjen, tehát hatásosabban. A másiknál én örülök, hogyha ugye tudjuk, hogy még nincs ilyen tervek se az önkormányzatnak, illetve önöknek ez a miért szívjuk el, amit szoktuk mondani, mivel nincs még ilyen bűnözés, tehát nincs is ilyen bűnmegelőzési program, igen. Szoktunk erről beszélni, hiszen amikor a családsegítőnek van egy szakmai programja, akkor önöktől mindig jönnek, és én ezt nagyon jónak tartom, tehát úgy érzem, hogy komolyan is veszik az együttműködést. És tulajdonképpen nem a programokra van szükség, hanem valóban a bűnmegelőzésre. Én azért itt az anyag is úgy fogalmaz, hogy el nem kaptak még senkit. Én örülök, hogyha itt nincsen mondjuk kábítószerben való visszaélés, de egy dolog az, hogy tudjuk, hogy van, az egy dolog, hogy nem sikerült még elkapni. Nem, remélem nem is lesz olyan látványos akció, számot adni, mert ez ott
milliós foglalása. Úgyhogy én köszönöm a munkájukat. Nagyon odafigyelünk majd a kérdőjéhez, utána tudjuk, hogy kik lesznek, akik kitölték. És én is azért azt mondom, hogy figyeljenek ránk, de azért tényleg nem kell lépteni, mert mindig is olyan túlzunk volt ez a település, hogy a következőnek már sorműsor, hogyha valakit hosszasan igazoltatnak, rendeznek. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy egy csomó gyorshajtó, szabálytalan, közlekedő, nem kapjuk el. Ebben nem biztos. Valaki szeretne odaszni? Persze a végén vagyok. Csak két mondat erejét szeretnék szót kérni. Én képviselőtársamon nem értek egyet, mert a rendőr azért elként, hogy betartatja a szabályt. 41 éve vezetek, engem is szondáltattak. Én még kíváncsi is voltam, én még soha nem tudtam szóltát. Azt mondtam, hogy nekem most meg kell fújni. Harmadszor volt, egy egyszerűen sikerült megállapítani, hogy nem tudtam. De most ha nekem mindenről rendben van. Én nem tudom azt, hogy a rendőr megállít igazoltatni, mert az okmányomat, mert az autónak a műszaki állapotát se. Tehát gyakorlatilag, akinek nincs félnivalója, annak nem ugrik görz a gyomra a rendőri jelenlétől, könyvőtől. Jó, én is csináltam, mert a biztonsági jövőm, településen belül 50 méterénként nem fogom bekapcsolni, az is biztos, azt most elmondom. De volt, amikor már megállítottam, utána jöttek, a lakásom előtt lekapcsoltam a tehát meg is állítottam az autót, és úgy volt, hogy még úgy beállított autónál kérte, hogy én nem lehetem. Amit már nem szabad, hogy én nem lehetem. Azt hiszem, mert ez már, az már nem. Leállított motorral, kiszálltam a kocsiból, és úgy kérte számom, hogy én nem volt bekapcsolva. Nem volt bekapcsolva, kérem. Én ebben semmi szabad sem kész. Ez az egy, ami engem irritál a településen, a biztonság jön. Itt 50-nel mehet, helyenként 30-al lakos. Nem hiszem, hogy olyan védséget követne át, hogy baleset veszélyesen közlekedik 30 km-es vagy 50 km-es sebességgel. Én örülök neki. A férjem a 43 év alatt nem folyt annyi szomszondát, mint az elmúlt 3 hónapban, és nagyon örülök, hogy van este rendőri jelenlét. Mert este, amikor megy vissza dolgozni, akkor tudom, hogy a település jelen vannak a rendőrök, kevesebb a szívecsebb. Ennyit szeretném. Köszönöm. Valaki szeretné? Kérdez után, akkor? Nem? Oké, akkor. Nyilván jöttünk, amikor azt az épületért másra kaptunk egy jóval komfortosabbat. Innentől kezdve Komárom kapitányságnak is igazán ráhatása nincs, mert ha lépáljuk, hogy beköltözünk. Hát a megjegyt csináltak. Abba az épületbe beköltözünk. Azt az ígéretet kaptam, bár igaz, most már fél évig járunk, a gazdasági igazgatóságtól, hogy ebben az évben beköltözhetünk. Én azért felhívom őket, akkor holnap, hogy áll ez. Ezt nekem úgy mondták. Nyilván vannak sok olyan, vagy több olyan intézkedés, aki, amikor nem azt a döntést hozzuk meg, valaki szeretne, legyen ez bejelentő, legyen ez más. Ennek mind-mind megvannak a jogorvosi lehetőségei, ezeket igen használni. Nyomozásoknál mi hozunk egy döntést, ha valaki megpanaszolja, hogy az ügyészségre, ő mondja ki a végső szót, ha egyetért a mi döntésünkkel, akkor helyben hagyja, ha nem, akkor pedig minket valamilyen eljárásra utasít. Menekült, terrorista, ebbe minden... Erről is fontos rávenni, ez az én magám véleményem volt. Minden rendőrnek van véleménye, különkülön biztos mindegyiknek más is, akár mi végre hagyjuk azt, amit nekünk lesz. Én ezt a belügyminiszter más lesz is. Akkor az vagy büntetések, meg külföldön nem büntetések. Hát én pont Ausztriában ismerek egy jóval szigorúbb büntetési módszert, vagy illetve metodikát. Nálunk már négy óta az az elsődleges, hogy ne büntetés legyen. Nyilván, amikor több szabálysértés összejön, olyan kiemelt szabálysértés jön össze, hogy amikor már olyannal találkozik a rendőr, aki tudja, hogy motor is a szabálysértő, az nem fogja figyelmeztetni, meg fogja büntetni. Egyébként igen, pontos kimutatása van a rendőrségnek arról, hogy on már kezd átfordulni egy olyanba, hogy a rendőr nem intézkedik olyan esetekben, amikor nekik kellett volna. Nem ez zaklatja az embereket egyébként. Azzal egyetértek, hogy nem kell mindenkit megbüntetni.
biztonságjövet egyébként akkor is intézkedett a rendőr, ha már megállt valaki és kiszáll az autóból, ott antól kezdve, hogy ő észlelte, hogy esetleg dokumentáltat bizonyítani tudja az előző szabályosat és intézkedési kötelezettsége van. Aztán bizonyos szabálysértéseknél megvan az, hogy figyelmeztetést alkalmazhat, vagy feljelentenie kell bírságminket, de van olyan szabálysértések, ahol nincs alkalma, nem teheti meg törvényelemét foglalva, hogy figyelmeztessen, hanem például a közigazgatási ügyekben, ott büntetnie kell végelemet. Kerékpárosok, ahol itt szóval sem sok a kerékpáros, rengeteg kerékpáros van, növekedett a kerékpáros balesetek száma. Nyilván az egyik célcsoport az, hogy ezeket a kerékpáros baleseteket csökkentsük, megszüntetni, nem tudjuk csökkenteni, remélem, hogy tudjuk. Élő példa egy másik településen, hónapokat fordítottunk arra, hogy a lakosság figyelmét felhívjuk arra, hogy kerékpárokat, hogy nem lehet úgy átmenni a gyalog átkelő helyen, hogy átne kell rajta. Le kell róla szállni, át kell tolni. Nagyon baleset veszélyes. Akkor Máron városában ebből fakadt a halálos baleset. Idősebb ember ráhajtott leszállás nélkül. Zebrára ott el is ütötték. Nagyon fontos. Hónapokat fordítottunk arra, hogy propagáljuk azt, hogy ez tilos. Rendőröket állítottunk először egy érvárban a zebrákhoz, leszállítottuk a szabálysértőket, nem büntettük. Tilos. Majd kiáltottuk a rendőröket, hogy figyelmeztessenek, illetve ha indokolt, akkor bírságoljanak. Felesben figyelmeztettek, felesben bírságoltak. A rendőr mellett az anyuka a 2 éves gyerekkel átment a zebrát, ugyanúgy mindenféle figyelmeztetés ellenére. Szóval valamit tudni kell kezdeni. Ha nem tudjuk szélszóval valamit rábírni a szabálysértőket, akkor nyilván valami a szankciót, súlyosabb szankciót kell alkalmazni. De nem elsődleges cél a büntetés. Ez nem belügyminiszteri, sem országos főpolgármester, sem megyei, sem városi kapitány elvárás, hogy büntessünk. Nekem egy elvárásom van a kollégáimmal szemben, hogy intézkedjenek a szabálysértőkkel szemben. Onnantól kezdve a kollégáimnak a dolga, hogy eldöntse, hogy a figyelmeztetéstől vagy a lehetőségére álló eszközökből mit alkalmaz. De intézkednünk kell, le kell szállítanunk a kerékpárost a zebrára, a kerékpárjáról. Fel kell figyelmeztetnünk el arra, hogy szerelj fel éjszaka a világító vezetőt. Intézkednünk kell. Ez az én elvárásom. Én nem tapasztaltam, hogy a kisebbségeket többet büntetnénk egyébként. Nem, nincs is ilyen kimutatás, de nem tapasztaltam. Hát ezt Magyarországon senki nem. És nincs ilyen elvárás, azt pedig mondhatom. Ez biztos, hogy nincs ilyen elvárás kapitányon, de Magyarországon elég nagy az előítő. És a rendőrségben is elég nagy az előítő. Viszont van kötelező szondáztatás. Ez az itas vezetés megelőzése érdekében, ez igen, ez meghatározott elvárás, akár központi, területi, vagy helyi szinten, minden egyes járművezetőnél szemben intézkedéskor szondát kell alkalmazni. Ez a rendőrnek nem lehetősége, ezek között nem választhat, hogy csak azért van neki. Azért, hogy kiszűrjük az itas vezetőket. Egyébként 2016-ban a 2015-öshöz képest kétszer annyi bűncselekményeket produkáló ittes vezetőt szűrtünk ki, gépjármű vezetőt. 2015-ben 58-at és pontok utáját 116-ot 2016-ban. És a megyét? Nem. Kovárnak a teljesen illetékesügyi területén. És most a mostani adatok is azt mutatják, hogy ezt a számot is túl fogja lépni. Az ittes vezető száma. És azt hiszem, talán elszóltam. Mindenre. Köszönöm. Minden változó. Köszönjük szépen. Jó hír az, hogy Ácson is lesz egy 3 zebra. Nem én vagyok. Sok kerékpárosok nem úgy megy át rajta, mert ebben teljesen egyetértek, mert majdnem Komárban beütöttem egy kerékpárost. Nem is ilyen kerékpáros volt, hanem ez a motoros, az ami motorra van a kerékpáros. Ez a robogó valami, és nem szállt le, és olyan messze volt, hogy én éreztem, hogy simán át fog kérni, és az utolsó pillanatban tudtam lefékezni, hogy nem ütöttem el az ebrámat a körforgalomban. Hát az nagyon veszélyes, amikor nem szállt be a kerékpárról a körforgalomban, az biztos. Van-e valakinek kérdésük? Akkor kapitány úr. Jövő évi gondolás mennyire úgy lesz, hogy minden képviselő elmondja, hogy mennyire ér, és utána majd én, vagy egyszerűen leadja az alapján az értékelést. És köszönjük szépen, hogy eljöttek. Köszönjük az egész a segítséget, és hát a jövőben is a működést. Köszönjük. Én meg mindig 3 számolok, mielőtt valamit csinálok. Köszönöm.
Az ja, kérdőjével, bocsánat. Kérdőjével, azt mondjuk, nem megérve. Köszönöm. Viszlát. Testület. Az Ácsi Polgárőr Egyesület 2016-os évi beszámolóját szeretném megtartani, ami 39 fővel dolgoztunk 2016-ban, 5070 óra szolgálatot, amelyből 601 óra rendezvénybiztosítás volt, ami negyedévekre lebontva úgy néz ki, hogy az első negyedévben 1126 óra szolgálatot teljesítettünk, 72 óra rendezvénybiztosítás, 32 esetben történt jelzésadás az illetékes szerv felé, és 17 esetben nyújtottunk segítséget eltűnt személy keresése vagy baleseti helyszín biztosításában. A második negyed évben 1155 óra szolgálatot teljesítettünk, amelyből 130 óra volt rendezvénybiztosítás, 26 esetben volt jelzés az illetékes szervek felé, és 14 esetben nyújtottunk segítséget. 16. negyed évben 1528 órát tartózkodtunk szolgálatba, amelyből 255 óra rendezvénybiztosítás volt, amelyben a városnak és a Hartmann családi nap is benne volt. 34 esetben volt jelzésadása az illetékes hatóságok felé, és 10 esetben nyújtottunk segítséget. Negyed évben 1261 órát töltöttünk szolgálatba, amelyből 144 óra volt rendezvénybiztosítás, 28
28-ban volt jelzésadás, és 18 esetben volt segítségnyújtás. Az Ács város önkormányzatától kapott támogatás a 16-os évben a korábbiakhoz képest is nagyon hozzájárult az egyesületünk gördülékeny működéséhez. Azt hittem, hogy korábbiakhoz képest sokkal kevesebb volt. A támogatásokat következőképpen, és a támogatás következőképpen került felhasználásra, amely az egyesület által használt gépjármű műszaki állapotának megőrzése és a kötelező biztosítás cégautóadó befizetése 300 000 forintot emésztett fel. 150 000 forint értékben vásároltunk formaruházatot, fényvisszaverő mellényt, téli kabátot és technikai eszközöket. A könyvelésre a telefon irodai költsége 240 000 forintot emésztettek fel, és a szolgálat ellátásához szükséges üzemanyag költség az 550 000 forint volt 2016-os évben. A település vezetésének és a képviselőtestületnek a támogatásával 2016-ban egy iroda kialakítására került sor a cukorgyári orvosi rendelő épületébe, amit nagyon szépen köszönünk. Második alkalommal került megrendezésre egy családi nap, amely az egyesület tagok családjai részére és az egyesület tagjai részére került megrendezésre, ami egy csapatépítő jelleggel egy nagyon-nagyon jó kis családi nap volt. Majd a jogszabályi előírásoknak megfelelően alapszabályzatunkat is többször változtattuk. Sajnos a névváltoztatásra is szükség volt, így az Ács Polgárőr Egyesület néven működik tovább a polgárőrség. Amellett együttműködési szerződést kötöttünk a Komáromi Megyei Rendőrkapitánysággal közös szolgálat ellátására, valamint a polgármesteri hivatal mezőügyi szolgálatával is megállapodás került aláírásra. Igen, nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, és nagyon szépen megköszönjük a polgármester úrnak és a képviselőtestületnek a támogatásokat, és reméljük, hogy a továbbiakban is eredményesen együtt működni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a polgárőrségnek a munkáját. Én azt látom, hogy minden rendezvényen a polgárőrök jelen vannak, segítenek, és segítik a rendezvények a sikeres lebonyolítását, úgyhogy tényleg bárhova megyek, amikor engedi, hogy menjek, akkor ott polgárőrség mindig pedig részt vesz. Hát idén is ugye rengeteg olyan rendezvény van, ahol segítségre szükség van, de akár az intézményeknek a programjain is mindig látom, hogy részt vesznek, tehát ami az iskola, vagy a óvoda, vagy akár melyik a szociális központ, vagy bárhol. Köszönöm szépen, és akkor hát az idejében is ugye valamennyi támogatás, nem tudom, hogy most már hol tartunk, de utána nézek, hogy hol vannak, hol állunk a támogatásokkal. Most az első fél év után egy kicsit már talán a helyzetünk is van, hogy ezeket tudjuk intézni. Mind a remény, mind másoknál, tehát mind a legészségi szervezet. Köszönöm szépen, van egy kérdés a polgárőrséghez. Attila, valami nem szeretni kérdezni a polgárőrséghez. Aki elfogadja a polgármester beszámolóját, kérem készletesen jelezze. Köszönöm, ha együtt tartózkodik, és akkor még egyszer köszönöm szépen. Szociális alapszolgáltatási központ beszámolója. Intézményvezető asszony, köszöntöm. Valamit szeretne elmondani a beszámolóval kapcsolatosan? Köszönöm szépen. A Családsegítő Bizottság tárgyalta részletesen, és nem szeretném elvenni a tenyerét az elnök asszonynak, úgyhogy én várom kérdéseket esetlegesen. Én most olvastam el itt előtte egy-két dolgot számolták, jöttem.
Ennyit nem kell elhívni, mert ennyit nem fog egyszer elolvasni, tehát egyszerűen. Ki kell, mert mindig a vastag betűvel, amit a vizé, és akkor... Ez azért annyit szeretnék mondani, ezt minden évben szóba kerül, hogy azért azt tudom, hogy itt öt szakmai egységből számolok be. Azért mondom, hogy és igyekszem ezt a beszámolót mindig tényleg csak arra, minimumra, ami szükséges. A kivastagítás az meg, hát azt jelzi, hogy mi a fontos lenne. Köszönöm szépen, tessék a szociálbizottságot. Igen, mindig a vétek valóban kenyeret, mert megtaláltuk nagyon alaposan, és nagyon jónak, tömörnek tartottuk, hozzáteszem, ez most kifejezetten tömör volt ez a beszámoló. Azt azért el kell mondani, mert talán sokan nem tudják, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ az önkormányzat egyik nagyon fontos intézménye, ugyanis három szakmailag önálló egységet integrál, ebben bent van az idősebblátás, bent van azon belül, hogy érkezett és házi segítségnyújtás, meg az idősek nappali ellátása, a családsegítés és a gyerekjóléti szolgálat, valamint a bölcsöde. Tehát ha azt nézzük, akkor gyakorlatilag az itt élő emberek a szinte az újszülött kortól majdnem a életük végéig biztonsággal fordulhatnak ehhez a szolgálathoz. El kell mondani, hogy úgy tűnik, hogy most az elmúlt években folyamatosan szakmai jogszabályi változások történnek, ami mindenképpen hatással van a szociális ellátórendszer átalakítására, és mi nagyon örömtelinek tartjuk, hogy a változások ellenére tulajdonképpen egy zökkenőmentesen folyik a munka. Az étkeztetésnél, ugye az idős ellátásnál nagyon fontos az étkeztetés. Volt egy időszak, amikor elég sokan lemondták, mert előnyösebb, jobb áron kaptak máshonnan. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt, hogy 75 ember most is igénybe veszi, és ezek közül 41 bizony hétvégén is, és a önkormányzat azzal, hogy járművel biztosít, segít abban, hogy eljusson ezekhez az emberekhez az erdőbe. Ez azért fontos, mert mindig elmondjuk, hogy egyszer nincs át, az idősek otthon, nagyon jó lehet a lakosoknak most már több mint 10%-a 70 éven felüli, akkor feltétlenül gondoskodunk kell egy jó minőségű idős ellátásról. A házi segítségnyújtásnál, hát sajnos, de ugyancsak úgy szigorodott a jogszabály, hogy nem részletezem, hogy bizottságon megbeszéltük, hogy viszont nagyon betegnek kell lenni az, hogy valaki a 20 pontot produkálja, és ellátást, szakszerű ellátást kapjon. Itt azonban megint lényeges, hogy senki nem marad átcsom ellátatlanul. Van a szociális segítés és a személyi gondozás, és itt megint 30 főnél több szoló erre a személyi gondozásra, ami nagyon fontos, mert csak szakemberek láthatják el, és gyakorlatilag szinte ápoló szintű munkát végeznek. A családsegítés és gyerekjóléti szolgálat munkájáról azt gondolom az elmúlt ülésen sokat beszéltünk a gyerekvédelmi törvény kapcsán, elmondtuk, hogy itt már két szintű, ugye az intézkedés, és azt is el kell mondani, hogy a munkájuk ezzel nem lett kevesebb, viszont a megkosszabbodott a hatósági ügyintézés. Lényegesnek tartom még, hogy a bölcsödében is a szakmai irányelvek ugyan változtak, de probléma semmi nincsen, sőt, ugye korábban volt olyan kellene még egy bölcsödei csoport, hogy folyamatosan kérdezik az intézmény vezetők, jelenleg nincs olyan gyerek, aki elutasítottak volna, ami ugyancsak lényeges dolog. Nagyon jó munkához örülünk, hogy kicsit korszerűsödik már az intézmény. Nagyon ráfér, mert 120 éves épület a központ, tehát jó, hogyha kicsit szerzés korszerű lesz. Jónak tartok, nagyon a beszámolók, és azt mondom, hogy elmondásolás. Köszönöm szépen. Valakinek hozzáfűzni valamit. Bármi a dolgokkal kapcsolatban, nekem annyi van, hogy ugye az egyik az, hogy az tényleg jó hír, hogy legalább az energetikai korszerűsítésen túl leszünk az
idejében, ha Jóisten is úgy akarja, mert a közbeszerzési dolog a jövő hónapban elvileg ide kerül elénk, tehát az intézménynek a közbeszerzése, a kivitelezővel kapcsolatosan, ugye fűtés meg egyéb dolgok. Hát a tetőt azt megint nem tudtuk ebbe bevenni, de azt gondolom, hogy akkor azért utána nézzük, hogy hogy lehet majd önálló kölcsönözés bűzsét is még szemlíteni, de ez is egy fontos. Tehát azt gondolom, hogy majdnem minden, az önő az egyik van intézni, ami hát nem igazán sok pénz került rá, de tényleg, de most ebben ez az egy jelentősebb összeg. Ugye az 50 millióból, ugye nem 50 millió, hanem 30 valamennyi, 30 nem tudom mennyi, 6 millió körül vagy 5, tehát az amennyi, ugye, ilyen konkrétan az épület bekerülnek. A másik, amit én is szerettem volna kérdezni, ez a házi segítség nyújtás, hogy Ácson otthon olyan beteg ember, aki ellátatlan, akkor elvileg nincsen, tehát ennek ellenére is van egy megfelelő létszámú dolgozó, de ehhez a házi segítség nyújtáshoz, mert itt azért a bérek nincsenek arányba a elvégzett munkával az egyértelmű. A házi segítség nyújtás volt, ami az elmúlt évben legtöbbet szigorodott, úgymond az ahhoz való hozzájutás feltételrendszere, mint ahogy a beszámolomban is írtam, a korábbi 6 pontot kellett elérni, úgymond egy gondozási szükséglet felmérő, amiben az életfunkcióit nézzük, illetve a segítséget, akinek szüksége van, ami milyen mértékűre van szüksége. Ez most 21 pontra, illetve 20 pont fölé ment fel, tehát ez azért a számból látható, hogy jelentősen megszigorodott. Ennek ellenére azért a jogszabály lehetőséget biztosít meghatározott életkor felett arra, hogy ha nem is éri el azt, hogy fekvőbeteg, mert ma pillanatnyilag házi gondozást, a jóformán csak a fekvőbetegeknek, illetve azoknak a mentálisan retardált embereknek tudunk adni, akinek a bizonyos fokú belátóképessége csökkent. Tehát egyszerűen eljutottunk arra a fokra, hogy vagy fizikai szükséglete van, nagy mértékű, ágyban fekvő, vagy pedig az önálló életvitel biztosításához van szükség a segítségre. Ez fér ma bele a házi segítségnyújtásba, viszont megjelent mellette a szociális segítségnyújtásnak a lehetősége, ami nem igényel szakképzett munkaerőt. Ebbe tartoznak az úgymond a régi gondozási tevékenységek, mint bevásárlás, gyógyszerek kiváltása, csekkeknek a feladása, tehát egyéb olyan tevékenységek, amit gyakorlatilag egy természetes támasz is megtehet. Tehát lehet, hogy házi gondozottnak nem tudjuk felvenni, de nyilván akkor még az egészségi állapot azért olyan, hogy lakáson belül önmagát el tudja látni, és esetleg a lakáson kívüli tevékenységhez igényel segítséget. Igazániból a létszámnál fog ez problémát okozni, mert a 2018-as évi hát várható előrejelzések alapján, illetve most már látható is a költségvetési törvényben, hogy gondozási órához kötik, hogy hány dolgozónak a foglalkoztatását kell biztosítani, és ezt a gondozási órát úgy jelölték meg, hogy napi 7 óra aktív gondozás számít egy gondozónőnek az idejének, és ebben nem számítanak bele ezek a szociális segítésben részesülők, akiknél bevásárlás van és egyéb, és ezt a feladatot is el kell látni. Azért tőle, hogy embert kell majd felvenni? Valószínűsíthetőleg igen. És van ilyen? Tehát létezettségük van? Hát létezettségük pillanatnyilag a... Meg azt kellene csinálni, hogy akkor ezt már előre fölkészülni, és akár beiskolázni. Mindenképpen. Potenciálisan ide bekerülhetnek. Mindenképpen az arra a körre, akire mi szeretnénk felvenni, oda nem kell végzettség, tehát arra nem kell. Gyakorlatilag a meglevő kollégák közül viszont 2 kollégának hiányzik a végzettsége, az egyiknek közülük azért 15 éves szakmai tapasztalata van. Ott, tehát ők a fekvőbeteg ellátást végzik gyakorlatilag szinte. Az ő esetükben viszont az iskolát mindenképpen el kell végezni. Melyik keres most egy valaki, aki fekvőbeteg ellátást? Hát a garantált bérminimumon van minden egyes dolgozón.
Mi a valami kosztó? Az önkormányzattól kapnak még további 10.000 forintot, ami már maradt ugye az előző évről. Kiegészítésként, illetve szociális ágazati pótlékkal próbálja az állam valamilyen szinten egy picit ezt árnyaltabbá tenni, ezt az egységes bért, mert ma ott... Melyen a szociális ágazati? Hát ennek az összegén 2.000 forinttól indul egészen komoly összegtől. Itt van. Majd a 18-as évben ennél erről beszéljünk, mint a nagyon hangulóan értékelve ilyen szempontból az úgy. Sajnos. Na, hát van-e valakinek valami kérdése? Ha nincs, akkor a CIF, hogy a Szociális Adatszolgáltatási Központ beszámolóját kérem készen a beszélgetésre. Köszönöm, egy hangulag elfogadtuk, és akkor a polgármesteri hivatal 16 év munkájáról beszámoló jegyző úr szeretnél valamit hozzáfűzni? A polgármesteri beszámolóhoz nem, inkább egy aktualitást, mert idejére vonatkozik. Nyilván tapasztalják az ázsi lakosok, hogy jelenleg a hivatal épületében végezzük a munkákat, és hovagyjuk az ügyfeleket, hanem itt a művelődési házban. Ezzel kapcsolatban szeretném azt a tájékoztatást adni, hogy előre látható a legkésőbb július végén, már ismét a hivatalban leszünk a megszokott helyünkön, addigra véget érnek a tervezett felújítási munkák. Köszönöm. Köszönöm szépen, tehát mondja valaki, hogy nem történik itt semmi, annyi minden történik, most ugye most épp a hivatal újítjuk. Pénzünk sosem, de mindent csinálunk, tehát ez a legjobb informát. Tehát ugye most a villany meg a fűtés csináljuk a hivatalban, és most úgy néz ki már a vége felé tartanak. Tehát a festés van, aztán még az is lehet, hogy ablakcsere is lesz valamikor. Tehát a lényeg az, hogy a hivatal munkájával kapcsolatosan az ügyleti bizottság tárgyalta, képviselőtestületnek a hivatal tevékenységéről. A beszámoló igyekszik átfogó képet nyújtani a hivatal mindennapi munkavégzéséről. A beszámoló az áttekinthetőség érdekében osztályonként és ezen belül csoportonként különlet szerve. Az áttekinthetőség véget egy nagyon részletes és áttekinthető jó anyagot kaptunk ekkami szavazattal támogatva. Köszönöm. A gazdasági bizottság, köszönöm. Nem szeretném is viszonylag képviselőtársamat, a gazdasági szerepős fejlesztési bizottság is megtárgyalta, és egy tartalmas, értékes is, és azt hiszem, hogy a valóságot tükröző beszámolót kaptunk, amivel vannak javaslatok előmutató intézkedésekre, amit majd a későbbiekben az önkormányzat tárgyalni fog valószínű. Úgyhogy a együttterjesztésnek megfelelő. 5-1 van szó, hogy ennél javaslunk elfogadásra a polgársadókodat 2016-os évekbe számolják. Köszönöm szépen! Képviselőtársak, van valakinek hozzáfűzni valami a hivatal munkájához? Tességet! Én egyet szeretnék még most, mert az fog gondolni a kollégáim is, hogy tiszteli a jegyzőt. Én szívesen fogadom a képviselőt, a lakosság részéről, hogyha a konstruktív kritikai észrevételeket tesznek a hivatal munkára. Az egy dolog, hogy mi legyünk azt, hogy mi hogyan látjuk a mi munkavégzésünket, meg milyen számadatok vannak, de nyilván van sok olyan területet, amit pont azért nem látunk, mert benne vagyunk, kell az a külső szem, aki adott esetben fölhívja rá a figyelmet, tehát ezt nem veszük sértésnek, nem veszük támadásnak, megpróbálunk odafigyelni, vagy tanulni belőle, ha van ilyen. Tehát ezzel most nem arra akarom bátorítani a képviselőket, hogy szatizzák szét a hivatal beszámolóját, de nyugodtan tehetnek olyan észrevételeket, ami esetleg nyilván a mi és a város épülésére fordítható a későbbiekben, mert ennek az egésznek így lenne értelme, ahogy mondom. Köszönöm. Köszönöm. Mert azt sokszor tapasztalom, hogy ugye a jelző úr azért, én azt egyértelműen el kell mondani, hogy a jelző úr törvényi szempontból hajlítatlan, tehát hogyha valami anyagba érkezik, hogy valami kérelem, akkor ami a törvényesség szempontból a megfelelő úgy fog eljárni. És hát természetesen sokszor a lázsi lakosoknak nem a leg,
kedvező, vagy nem, nem tetszik. Hát ezt aztán én néha visszahallom tőlük, hogy hát ugye a jegyzőre, mi a jegyző, ez ezt is engedte, az ott se engedte, de hát nem a jegyző nem engedte, a törvény nem engedi azt a képben. És én örülök neki, hogy ilyen, mert én egy kicsit lazán vagyok ezekben a dolgokban, és lehet, hogy is mondjam, valamit nem is tudom mondani, hogy jó, persze, majd megoldjuk, az közben törvényének nem lehet, akkor nem tudom megoldani, tehát akkor én mindig megkérem a jegyzőmet, hogy most ez a dolog, ez mehet, vagy nem mehet, mert jogilag rendben van-e, tehát én nem vagyok jogász, tehát nem kell készpénznek venni, ha valaki a posta közben megállít, hogy Bélám, itt van ez a kis izé, ezt el szeretnék itt rendezni, mehet, hát mondom, biztos majd megnézzük. De akkor valakinek azt mondom, hogy biztos megnézzük, akkor megígérte el polgár. Tehát ugyanaz a bejövök, megkérdezem a jegyzőt, hogy jegyzőt azt mondja, hogy hát ezt nem mehet, mert a nem tudom milyen törvény vagy rendelet nem engedi, és akkor utána jön a dolog. Tehát ez nem úgy megy, csak nincs nálam egy ilyen külön jegyző mindig a fal zsebben, de hogy valaki megállít, hogy akkor megkérdezem, hogy akkor merre vagy. A lényeg az a dologban, hogy ez így működik, ezért van néha az, hogy valami én azt mondtam, hogy lehet, hogy mehet, nem mondom sosem, hogy biztos, lehet, hogy mehet, és akkor utána mégsem, mert nem törvényileg nem megy, vagy valahogy más módon. Tessék! Köszönöm szépen! A dicséretből már kinyitott, természetesen is nagyon jól tartok a hivatal munkáját, kezdve, mondjuk igazán a szociális igazgatással vagyunk szoros, azt kell mondjam, hogy heti kapcsolatban is minden segítséget megkapunk, és nagyon alapos munkát végeznek. Azt azonban el kell mondani, hogy van az anyagnak olyan része is, amit mindenképpen említsünk meg, hogy nagyon jó, hogy én azt szoktam mondani, hogy férfi ember létével, az ember olyan mindenség, hogy én szeretek, persze ehhez kellett mindenki más, és a képviselő polgármester, a ilyen, ha lefusztult, lepukkadt hivatal, mint amilyen volt ez. Tulajdonképpen a szégyene volt a településnek. Minden intézményünk sokkal jobban nézett ki. Az anyag nagyon reálisan mondja, hogy igen, történnek erőfeszítések, a nagy teremtől kezdve a bizonyos mellékenységek, de azért még mindig én azt gondolom, hogy több 10 milliót kellene rákölteni a hivatalra, és akkor is csak közelítenek ahhoz, ahogy ellátható a kisvárosi hivatal kinyelőbe. Tehát ezt feltétlenül azt kell mondjam, pozitívunként értékelem, hogy ebben következetes, és ezért, amikor a felőződésen szóba került, hogyha kis pénzt találunk, vagy akár csak az épület egyik felén, ugye az ablakcsere, a már is egyre nagyobb felújítás van mindenképpen kellene. Azt is jól látja, hogy meg kellene oldani évtizedes probléma az akadálymentesítés, akkor amikor jönnek ide idősek, kisgyerekkel, amikor kapják az életkezdési támogatást, tehát segítséggel tudnak bejutni a babakocsival. Na most én azt gondolom, hogy a többi területet is nagyon reálisan méri fel, amikor az önkormányzat, hiszen ugye az önkormányzat munkáját segíti a hivatal, hogy én fontosnak tartottam azt is, ami az egyenba bekerült a lakásállományba, hogy tulajdonképpen azt akarjuk, hogy időben jöjjenek ide, akkor a meglévő lakásállományt is már jól lenne megőrizni, mert én csak arra gondolom, hogy valaha az orvosaink is úgy kezdték, hogy itt bérlakást kértek, az egy dolog, hogy most volt szerencsénk egy olyan házorvoshoz, aki helyben lakott, nem valószínűleg következő intézetek lesz ilyen. De legyen az pedagógus, vagy kulturális területen dolgozik. Akkor az is nagyon fontos, ugye látom itt van a közterület felügyelő út, hogy örültünk annak, hogy mivel megy a település, hogy valaki belterületen is folyamatosan jár és ellenőrzi az állapotokat. Viszont tegnap, amikor beszéltünk itt a munkáról, el kell mondani, hogy segítsen minket abban, hogy jelzést, meg visszajelzést, mert nem úgy néz ki a település képen most sok helyen, ahogy elvárható lenne. És hát én azt gondolom, hogy ez is minősít minket, ahogy végig megyünk.
akkor nagyon fontos, tegnap itt elhangzott, és azt hiszem most kellene arra is javaslatot tenni, mert az anyakönyvnél, meg a házasságkötésnél tartok, hogy esetleg legyen ingyenes, úgy gondolom, hogy arról hogy a hétvégi házasságkötés nem egy olyan horribilis összeg, amiből nagy bevétele lenne az önkormányzatnak, esetleg megfordulunk, hogy ezt ingyenesség tegyük, ha ettől többen fognak itt házasságot kötni. A lényeg az lenne, hogy házasságot kössenek, mert most a vízcsapban és a család szentsége folyik. Ehhez képest, ha megnézzük, elég sok gyerek születik úgy, hogy apja van, okosági nyilatkozat van, de élettársi kapcsolat. Nincs ezzel semmi probléma, csak gyakorlatilag én magam is meglepődtem, hogy ilyen magas számban van. Tehát hangsúlyozom, sok dologba lehetne még kitérni, de mondom, hogy nagyon jónak tartom, és az is minősíti a munkáját a hivatalnak, hogy mostanában nem nagyon foglalkoztunk azzal, hogy visszadottak volna újratárgyalásra, vagy módosítás anyagot. Ez is azt igazolja, amit a polgármester úr mondott, hogy tulajdonképpen nincs különösebb ilyen problémák, vagy a jó szabály. Tehát azt gondolom, ez is a jelző dolga, hogy figyelmeztesse bennünket, ha elszállnánk, hogy valamit másképp szeretnénk, hogy jó az ötlet, csak éppen jó szabályt ütközünk. Tehát én köszönöm a munkájukat, a munkáját, és különösen ugye egy nagy rész foglalkozik a pályázatokkal, azt is el kell mondani, hogy bizonyosan a polgármesteri hivatal dolgozónak, jelzőnek, aljelzőnek. Tehát akik itt vannak, mert mi gyakorlatilag ötleteket adhatunk, meg beszélünk róla, de az, hogy a pályázat elkészüljön szakszerűen, ez teljesen az ő értelmük, és ebből a település sokat profitál majd a közelőt, és köszönöm szépen. Én is köszönöm, van-e valaki, ami fogadni egy pár szót, én is néztem a beszámolókat és a rendészeti tevékenységről, hogyha ejthetnék egy pár szót, nagyon ő is kidolgozott beszámoljuk terve a területről is. Itt amit ki lehet hangsúlyozni az, hogy az elmúlt évhez képest a külfeleteken történt jogellenes bűncselekvényekből szabás egyéb száma bizony duplájára növekedett az elmúlt évhez képest, viszont a feltelítettség is 2,5-szeresére nőtt. Ezt pedig azt mutatja, hogy a külpeden dolgozó rendészeti kollégák jól végzik a dolgukat. Az ő érdekükben szerettem volna ezt a pár szót szólni, hogy több a bűncselek, mint duplája, vagy a szabálysértés, mint elmúlt évben volt itt, de viszont a feltérésettség is az elmúlt évekből is 2,5-szerese. Ez azt mutatja, hogy egy olyan kollégák vannak itt a területen, amikor a figyelnek a külterületre, ezt esetleg a katalán figyelni kellett ajánlani, hogy amikor keresik a mezőnyöt, akkor ő az önök a területen. Köszönöm szépen, szerettem volna. Meg akkor a mezőről járni, hogy olyan, hogy mindenki elvizetni. Igen. Igen, mondani, hogy azért, mert hatékonyan működik a külterületi mezőnyi szolgálat. De valószínűleg különben azért nőtt a nem hiszem, hogy a nőtt a külterületen a elkövetett dolgok, csak szerintem a feltelítettség nőtt, és itt nőtt a elkövetett külterményeknek, vagy a szabási érzéseknek a számosítás éppen ebből fakadóak. Köszönöm, van-e valakinek van egy kérdése még? Én mindenkivel elégedett vagyok, minden elégedett vagyok, szép, minden nagyon jó. Nem, a kollégáim tényleg nagyon jól végzik a munkájukat, különösen a jegyzőnek, a jegyzőasszonynak és meg az itt a különböző vezetőknek, tehát szociális ügyekért, igazgatásért, meg pénzügyi vezetőasszonynak, de az a minimum, hogy a polgármester jobbakkal vegye körül magát, mint ő maga, mert akkor nem kell dolgoznia. Tehát a többiek elvégzik helyette, csak alá kell lenni. Úgyhogy én most csak aláírtam. Megcsináljuk meg aláírtam.
Igazából ez a lényeg. Ha most gondolják kell, hogyha ilyen gyönge minőségű kollégák vennék körül magam, mindent nekem kéne csinálni, vagy minden, így legalább mindent megcsinálnak, szép hogy csak hogyha lennél az őr is, meg azt szerintem nem lenne. Hát nem mondom, de azért nem lenne, hogy nekem kellene kitalálni a tudékot. Úgyhogy gyerekek, akkor aki elfogadja a polgármester hivatal beszámolóját, ezt kérem kézfeltartásra vele. Köszönöm szépen, egy hangot elfogadom. Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodás, nem látom a kisebbségi önkormányzat elnökasszonyán, de mindenki megkapta az anyagot, a gazdasági bizottság tárgyalata. Március önkormányzatot és elsőváros Roma Nemzetiségi Önkormányzatot egy együttműködési megállapodás 2016. március 30-én került aláírásra. A nemzeti kisebbségi törvény 80. paragrafusa előírja azt, hogy ezt a megállapodást minden január 31-ig felül kell vizsgálni. Sem a nemzeti önkormányzat, sem az önkormányzat, város önkormányzat ezt nem tette meg, ezért meg kellett ezt tennünk. Ennek az együttműködési megállapodása felvizsgálata megtörtént. Mindössze kettő pontban kellett változtatni. Egy az állami végrehajtási államháztartási törvény végrehajtási rendeletének a harmadik oldalon egy 27-ös számon kellett kiegészíteni, illetve a vegyes rendelkezésekben egy mondat, egy határidőt tartalmazó mondatot kellett megváltoztatni. Ugye ez a két pontosítás megtörtént, javasoljuk a önkormányzatnak elfogadására. 5-1-6. Köszönöm szépen, majd valamit hozzáfűzni akkor. Minden is támogatta. Hozzáfűzni valamit bárkinek. Annyit kell elmondani, hogy ide a hátrányos helyzetek, nem a roma lakosságú hátrányos helyzetekben nyertünk 115 ezer eurót az Interreg pályázatban, ami azért nagy mértékben érinti a roma lakosságot, mert jegesen a közösségi ház felújítást és meg egyéb ilyen dolgokat. Ezen kívül ugye többször vendégül látjuk itt a, most például a Hélő héten a roma polgármestereket látunk vendégül Szlovákiából, tehát azt gondolom a roma program, egy ilyen nemzetközi Strasbourg-i program is ment ácsot, tehát ezt a területet ácsot azt gondolom, hogy eléggé szem előtt tartjuk, és hát igaz, hogy tanulhatnánk még az országos politikában, mert azért ugye a kormány és Varga Klóriával újra együttműködés kötött, és végre egy nagy jövőkép rajzolódik előttünk, és végre nagyon nagy lépéseket fogunk tenni ezzel, hogy Varga Klórián újra színre lép, és hát megpróbáljuk követni tárcson őt a munkánkkal, és megpróbáljuk elérni azt a szintet, amit az országos szinten leszek és működnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a megállapodást is ezért csináljuk. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal az együttműködési megállapodást, aki támogatja a kézzelatásra jelentve. Köszönöm szépen, egy hangot támogatva. Közbeszerzési éves statisztikai összegzés. Ezt tárgyalta a gazdasági bizottság. Igen, a törvényi kötelezettségének tesz ezzel az önkormányzat, illetve a csoport elegett, hogyha ezt a közbeszerzési adatbázisban szerezte a statisztikai összerzést elkészíti, ez elkészítése került, és előteljesztés szerint 5-1-6, igen, ne javasoljuk. De nem szépen van, hogy meg ehhez hozzátűzni. Gondolom, ez nem hiszem, hogy sok önmagatot kell hozzáfűzni. Aki elfogadja az éves statisztikai összegzést, azt közbeszerzési éves összegzést, azt jelent kézzelatásra jelenzen. Köszönöm, hogy meg elfogadtok. Zöldváros kialakítási című pályázat tervezéssel kapcsolatos kivitelező kiválasztása. Ugye ez az a 300 milliós pályázat, ami mondtam, hogy egy-két szót mondok róla. Sikeresen vettük a TOK pályázatban ezt a pályázatot. A megyei önkormányzatnak a pályázati cége volt, aki elkészítette ez anyagot, az aljegyző asszony adható segítségével, és hát úgy néz ki, hogy most már majd aláírnunk kell menni ezt is a pályázatot a jövő héten. Ez 300 millió forint, effektíve a 250 millió, tehát ami itt a beruházás fejlesztésre fog fordítódni. Ebből egy termelői piac lesz, ez itt az önkormányzati
terület mögött, ott annak a rendbetétele, tehát ilyen térköves parkolók, akkor lesz egy végre. Itt egy nagyon nagy elmaradást kell, de azért mégis az évben gondoltam, mert nagyon régen megnyíltam a fiataloknak ezt a erő Bondi parkot, vagy ilyen fiatal játszótéret, azt gondolom, hogy most akkor ebből megvalósul. Valamint a Gyár utcának itt a vizelvezetése, az önkormányzatok, meg a járdák, meg az útforkolat, tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgokat fog belőle megcsinálni. Ehhez kell kiválasztani, ahogy lehet látni a dolgot, tárgyalat a gazdasági bizottságot. Igen, a polgármester úr részletesen elmondta, hogy pályázatban miről van szó. A feladatunk csak az, hogy most a tervek elkészítésére bejött három ajánlat közül kiválasztjuk azt, ami számunkra a legkedvezőbb. A három ajánlatot a jelközmérnök irodától, Kft-től Győrből, a különútmérnök irodá Kft-től szintén Győrből, és a partnermérnök iroda Kft-től Tatabányáról kértük be. A legkedvezőbb ajánlat az bruttó 2.768.600 értékben a különútmérnök iroda Kft-től kaptuk, és ott egy nyomás, hogy igen, mert ezt javasoljuk a testület, hogy köszönöm szépen. Annyit oda, hogy csak annyit módosítási, hogy nem a tervek, hanem a tervek kiegészítésre. A terveket megcsináltattuk ezelőtt 5-6 évvel, és most hozzá kell igazítani a pénzhez, mert egy-két dolgot még meg kell csinálni, mert ahogy a tervek több 10 millió forintba kerülnek, de most már csak szerencsére csak 2 millió valamennyi, a legkisebb, vagy 3, a legkisebb ajánlat. Van-e valakinek hozzáfűzni való, tessék? Köszönöm, én csak kérdezni szeretném itt már korábban is. Jeleztem, hogy miért megint a kastélye oldalában látok ilyen oszlopokat felállítva. Azért jó lenne, hogyha most már valami olyan tervet hoznánk, és olyasmit vinnénk be a kastély környezetébe, ami időtálló, meg szép, és lépésről lépésre fejlődjünk, semmit nem kellene visszabontani. Tehát gondoljuk ezt végig. Látom, hogy csak a tervezés második részébe lesz, de én azt gondolom, hogy a kastélyodat a se érkocsi tároló, vagy én nem tudom, mi készül ott. Szóval nem, én nem tudom, mi készül ott, mert elfelejtettek tájékoztatni, hogy mit szeretném, hogy a KFT-nek vannak ilyen önálló jogosítványai, hogy most az ő irodájánál valószínű valami zárt részt csinál. Én hangsúlyozom, hogy... Na, az is tehát én karomhozás, hogy ott valami ilyet kívül. Én hangsúlyozom, hogy ha már pénzt költünk, akkor jó minőségű növényeket vegyünk, ami aztán lesz, aki megöltözés. Sajnálom, hogy itt tud a tárgyal. Erősödik évről évre, nyilván meggondoljuk, hogy hova kerüljön, nagyon jó, hogyha lesz itt. Piac vagy ezeket, de azért olyan legyen, ami időtálló, tehát hát, a milliókat követően. Remélem, hogy több 10 millió forintból időtálló piac lesz, nem csak valami. Ne kelljen visszabontani, tehát a más pénzével. Azért tervek vannak, ez ami most csinálnak, ez egy ilyen önálló gondolat, tehát most én nekem nem nagyon volt erre se energiám, se időm, mert én is ezt tegnap előtt vettem vissza, hogy valamit csinálok. Lehet, hogy meg kellett volna jelenteni, hogy csinálok meg, vagy nem. Majd megkérdezem a Simon Tamást, hogy mihez pontosan. Egy biztos, hogy én azt gondolom, hogy a kastély felújítás, ez nem fogja zavarni. A kastély kertnek, meg a zöld felületnek a dolgát azonban lehet, hogy zavarni. Tehát ezért kellett volna jelezni felé, hogy itt most mi is készül, mert lehet, hogy le kell mondanunk jövő márciusban, amikor elindul ez a projekt, mert körülbelül jövő márciusban indul le. Erről beszélek, hogy akkor megöltsünk, mert ha másuk lenne egy parkoló fölött, de a kastély oldalára nem. Igen, valószínűleg az információ oda, vagy nem ment el, vagy nem megfelelően ilyen volna. A lényeg az a dologban, hogy az életünk a jelentős összeg, tehát meg fog változni ez a fajta poros szál, az valami ilyen vágott köves valami itt az egész kastély környékén. A kastély épületére nem tud belőle pénz, az a baj, mert a kastély épületére egy-két éve belül azonban költeni kell, de hát azt lehet a család költséget, és ha nem mi az Interreg pályázat, ami 400 000 eurót pályáztunk a kastély épületére, de arról még nincs információ.
Megértettek vele képviselő asszony, hogy ez jól lett volna, hogyha jelzik, hogy valami, mert ugye az biztos, hogy itt jövő márciusban, ha elkezdődnek a munkák, vagy áprilisban, akkor ezt le kell mondani, tehát megvan, hogy milyen területen, milyen beruházás fog zajlani, hol ez parkoló, hol ez térkövezés, hol ez piacol, tehát ezeket meg kell csinálni, és ez biztos, hogy nem ingyen van. Ha bár gondolom, azért nagy rész saját anyagot használom. És még egy kérdésem, hogy akkor gyakorlatilag, hogy az első szakaszban nem lesz a kastély, Gyár utca a kastélyparti, hogy ugyanígy ezek a nyitott árkok megmaradnak, amiben mondjuk az... Zárt árok csak a posta közig lesz. Utána nyitott árok lesz. Ebből fakad, hogy 300 millió, vagy 250 millió, hogyha az árkok akarnak, akkor a 500-600 millió forint körül lenne. Ilyenek az árak. Ebből fakad az, hogy ki kellett választott ki kell választanunk az áttervezésre újabb ajánlatot, mert egy része nyitott lesz, tehát egy része megzárt. Ezen a felén zárt lesz, mert itt a busz megálló, meg egyéb ilyen dolgok. Tehát, igen, ezt azért kérdezem, mert ezt már többször jeleztem, hogy tulajdonképpen ugye az OTP előtt is egy autót igazság szerint leállni, a másik már zavarhatja mondjuk a családi házhoz való bejutást, tehát nyilvánvalóan nagyon sokszor a hivatalba jövő nem tud leparkolni azért, ha lesz hátul parkolói dolog, mert lehet, hogy négy embernek éppen az OTP. Mert az egy érdekes történet lesz, hogy jelenleg, hogy a, ugye, itt megszűnik a parkoló, tehát itt nem fognak tudni parkolni, csak olyan ember fog tudni parkolni, akinek rokkant kártyája. Ha OTP-ben megy, akkor tud parkolni olyan, aki rokkant kártyája van, de minden parkolás lehetőség nagy része ott fog lenni a hivatal mögött. Tehát a parkoló ott lesz kialakítva azon a részen, tehát itt nem lesz parkoló, ahol jelenleg megállunk mindig a járda mellett, és akkor ott szépen bejönünk. Talán a túloldalon van egy négy parkusz kialakítva, hogy jön, de akkor ugye lesz rokkal, meg egy zebra is leszik, tehát ilyen szempontból valószínű, hogy ott hátul fognak parkolni, és mindenki elsétál a motivizó, akkor menni vagy hivatal, vagy egyéb ilyen dologba, de ennyire nem. Tehát kicsit túl kényelmesek is vagyunk, mert zajlóban az üzenet megállni. Tehát én is. De én is az, hogy én most nem néztem át részletesen a terveket, de az biztos, hogy ennyi parkoló nem lesz itt, ahol jelenleg parkoló. Csak igen, én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, mondjuk a kórházaknál is ilyen gond van, hogy gyakorlatilag a parkolók egy részét jogosan meg helyesen, mondjuk elfoglalják az ott dolgozók teljesen természetesen, viszont olyan intézményekben, ahol ügyeket intéznek, legalább 8-10 parkolóval arra is föl kell készülni, hogy aki mondjuk itt ártson ügyet intéznek, ő is autó. Én nem tudom, hogy parkolóban betervezed, de szerintem 30. Én azt gondolom, hogy itt hátul be lesznek tervezve, be vannak tervezve, tehát be piac, tehát termelői piac is lehet, tehát itt egy csomó parkoló be van tervezve, de azért itt van egy nagy része, amit nincs ki, aztán majd csak úgy össze-vissza állnak az autók. Tehát én most ezt nem néztem át, nem tudom, de mindenki meg tudja nézni, az Anitánál van a úgy gondolom. Csak tehát, hogy most, hogy az újra tervezés, hogy végül is... Itt a vízvezetés miatt van egy újra tervezés, tehát ugye nem lesznek mindenhol zárt árkok, tehát az sokba kerül. Az fontos kérdés, hogy itt parkoló legyenek, mert itt azért ügyeket intéznek az emberek. Ez majd amikor most átterveztük az életre, oda fogok figyelni, hogy mennyi van, nem tudom ezt működni. És voltak dolgok is mind autóban jelentek, tehát az már jelentek. Az teljesen jogos szintvágyása. Akkor ezt a tárgyalat a gazdasági bizottság, és akkor a különutat javasolja? Igen. Jó, csak közben annyit beszéltünk, hogy közben. Jó, tehát a lényeg az, hogy aki támogatja, hogy a külön mérnök jön az áttervezést, megkapja, azt kérem, kifejezetesen jelenleg. Köszönöm, egy hangos nélkül. Új településrész közterület elnevezés megállapítása, ezt az ügyrendi bizottság tárgyalta. Tehát a gazdasági is? Igen. Na most az ügyrendnek akkor, mert inkább ügyrendi dolog. Ácsváros képviselő testület 2017 májusában döntött arról, hogy hivatalból elindítja az eljárás Ácsváros puszta címeinek rendezése ügyében. A Vas
osztai címet rendezése több címelemet is érint, az irányító szám rendezéséhez, hogy a 9072 helyesen 2941-ként jelenjen meg a rendszerben, a szükséges postai nyilatkozat már be lett szerezve. Vaspuszta, mint cím technikailag egy utcanévnek felel meg jelenleg, ami közterület jelleget nem tartalmazza, és ez így helytelen. Két utcanév merült fel, itt a Akácfa út, illetve a Pillangó út. A lakók megkérdezése után lakók jelezték e-mailben, hogy az Akácfa útat választanák, ezt támogatta a bizottság is. Köszönöm. Gazdasági bizottság. Gazdasági és területi fejlesztési bizottság is tárgyalta, és a határozati javaslatnak megfelelő. Hát a vasúti határozati módon megfelelő javaslat gyakorlása 5-1 van az volt. Köszönöm. A lényeg az, hogy akkor Vaspusztán a település részletben Akácfa utcán is fogják nevezni. Okmányokkal kapcsolatban ugye nem, úgy volt a vaspuszta, tököli talán. Nem is értem. Tököli talán. Igen, ott van, akik a riasztás. Miért tököli a riasztás, hogy tököli? Mondjam először, hogy hol van. Hát mondják, hogy a megye határnál kell elkanyarodnék, ha megyünk, könnyűnek balra. Hát az a vaspuszta. És nem is hallottam. Én nem tudom, hogy aztán, hogy ez... Nem tudom, ki adta ezt a nevet. Hogy volt, vagy mit van. Csak azért mondom, hogy mi úgy kaptunk riasztást, hogy tököli talán. Hát most már akár. Aki támogatja ezt a elnevezést, módosítás választani, mindenki fogadni. Aki egyben elfogadja az összes határozati javaslatot, igen, miatt előtt? Nem, nem, nem. Azt kérem, képfeladatás jelentve. Köszönöm. Rendelési terv módosítási kérelmek. Gazdasági bizottság tárgyalta a két kérelmet. Igen. A Fodina Kft. Építőművelés és kereskedelmi kollégium felelősségű társaság nyitott be egy kérelmet, hogy másik útterület szakeljön éppen kettes helyzetszám műveletlen művezeti besorolásán Erdőről. Ez a gazdaság és kereskedelmi szolgáltató besorolás szíveségének módosítani a rendszerűsítő módosításával egyidejűleg. A kérés valószínű költségvonzattal fog járni, amit természetesen a társaság magáról állva ezt írásban kinyilatkoztatta. Ezt áttárgyalt egy gazdaság és település fejlesztési bizottsággal és egy változó igennel javaslatot keresőben. Akkor megyünk is külön. Arra valakinek ehhez hozzá. Ha kérdezzem meg, hogy ez a sem veszélyes, hogy tudunk valamit, hogy nem veszélyes. Hát én atommaradék. Nem. Ez most lejjezett, hogy mit volt, tehát ez egy építési zöldben. Igen, ezt is kérdezett, hogy megtaláltuk tegnap. Hát ez betonozás. Építési maradékot. Betonozás ez a rájárása. Akkor aki támogatja, hogy a besorolás, hogy megváltoztatjuk, hogy kedvenni, amit azt kérdezik. Készenhatási jelezzen. Köszönöm. És a másik pedig? A halottanak a kérelme, és a hatmonalaknak örülnek neki, és mindenképpen támogatjuk, hiszen ő bővíteni szeretne, és szeretné a rendezési terv módosítását változtatni. Az építendő épületek magassági korlátát, a korlátozását a két övezet másképp határozza meg, és mivel olyan épületeket szeretne építeni, ami a Jeep-ben nem fér bele, ezért a Jeep 2-re kellene módosítani a Jeep-t. Aki elfogadja itt is a módosítás kérelmet, az kérem szépen, hogy képzeletes jelezet. Köszönöm. És a gyűlésen utolsó materiális pont. Mentőszolgálat kérelme. Gazdasági bizottság tárgyalta. Igen, egy olyan kérés, hogy technikátok a készüléket szeretnének vásárolni, és ehhez kéri az önkormányzat támogatását. Önkormányzatunk gazdasági helyzetére fogva egy 100.000 forinttal. Javasoljuk az önkormányzatnak, hogy támogassa a vetőszolgálat kérelmét.
támogatja a mentőszolgálatok 100.000 forint támogatása nyújtása a defibrillátorokat. Kérem készfeltartásra, ezzel köszönöm. Csak annyit megjegyeznék, hogy, ugye volt hónapra, hogy mikor, már egy fél éve adtunk a bármonai mentőállomásnak, csak azt nem értem, hogy a mentőállomásnak miért a polgármester hivatalon támogatásával kell főszerelni a standárt. Hát igen, volt szerencsét találkozni a mentősökkel, például tegnap is a mentősök rakják össze a pénzt arra, hogy vegyenek ventilátorok. Amit defibrillátorunk, az a tűzoltószer. Ott van, ugye? Lehet, hogy még lesz egy kérdés a körbe, mert a bámulnai ventilálomások itt sokat járnak ácsra, a bámulnádok sokat jönnek ácsra a betegedni, és önnek meg nincs valami gyerekhoz. A gyerekeknek a olyan fajta rögzítő ágy, ami ha valami nagyon súlyos sérülés vagy egy ilyen korosság érzelmében, ha nem jelnek a pályázaton, akkor a polgármester azt mondja, majd beszélnek, hogy tudunk-e valami támogatást adni arra, hogy legyen, mert ez minket érni tárcsi az az, tehát itt bárki is érnek, hogy egy ilyen olyan mentőjét kezdeni. Köszönöm szépen, van valakinek a nyílkülése, van mondani valója. Nekem annyi van, hogy a aratónapot szeretném, hogyha kicsit reklámozni. Ugye július 2-án van az aratónap, a Református Egyház a fő rendezője, több támogatóval, de a lényeg az, hogy a hagyományos aratás bemutatása mellett ugye kulturális programok, gyerekeknek, felnőtteknek különféle programok, külön főzés is van, tehát szerintem mindenképpen érdemes kiváltogatni a Malomtó partjára, mert biztos, hogy jó, hogy nem, egy kapcsolatban július 1-én pedig, ugye július 1-én 10 éve város ács, és július 1-én egy kiváló előadása, Érdeki Kálmán nyugalmazott tanár előadására kerül sor a várossá válással kapcsolatos eseményekről, illetve ácsváros történetéről egy kis előadás fog elhangozni, hogy oda is várjuk, sok szeretettel mindenkit, ez lenne az első komolyabb lépés a következő fél éves magyar rendezvényünk során. Hát ha jönnek itt, és akkor ugye még egy programot hagyd mondjak el, hogy tegnap már, mert tegnap a tévében elhangzott Ácsnak a neve, ugye Ács díszpolgára, Horinek professzor úr, aki egyben a magyarok kenyerének a kezdeményezője Magyarországon, tett egy javaslatot a városnak, és én úgy gondoltam, hogy ebben jó lesz tényleg beleállunk és megkezdeni, hogy hozzájárulni ehhez a dologhoz, és a következő egy Ácskapocs fesztivált tartanánk augusztus 18 és 20-a között, ahol a 18-án a Dunaparton egy nagyon jó kis színvonalas ilyen megye, vármegye összekapcsolását jelképező magyarok kenyere ünnepet is tartanánk, ami arra az Orient elszakított vármegyének a települései hoznának át a Dunán motorcsónakkal, a nem rendes Dunakkal a búzát, azt összeöntenénk, és akkor 20-án lenne kenyér belőle, de csomó színes program lesz, majd plakátokon lehet látni, hogy milyen program, főleg ilyen néptánc, meg táncház, meg egyéb ilyen dolgok, úgyhogy ez a táncvénink teszi lehetővé, mert meghívjuk erre a pestővárosi településeket is, tehát olasztelket, mindenki egy-két települést, Aranyos, a franciaországi Bohánbánynázat, és emellett még a Madar Szentpétert a felvidékről is mutat. Tehát ez egy nagyon rendezvény lesz, valószínűleg egy egész napos valami a Dunaparton, másnap pedig itt a kastélykertben, a református csendilában a 20-án, tehát ez tényleg egy színvonalas rendezvényt akarunk csinálni, ami, ahol a tévé is majd részt vesz. És hát ugye a városnak, ugye 10 éves a városnak mondta a képviselőtársak, tehát az igazi nagy durranások között pedig majd a város napon lesznek szeptemberben, tehát akkor lesz egy igazán. Köszönöm szépen, akkor van-e valakinek mondani valamit, nincs, akkor a nyílt ülés bezárom, és akkor az átülésen folytatjuk tovább.